Szia! Ebben a videóban a Canon R10 alsó középkategóriás, crop szenzoros, tükör nélküli fényképezőgépet fogom letesztelni. veszem a Canon R10 főbb specifikációit, és többféle valós helyzetben tesztelem a vázat, többek közt, hogy megnézzem, mennyire pontos és megbízható az autofókusz, milyen a két minőség és persze a 18-45 mm-es kitobjektív minőségét is megnézem közben mivel imádok éjszaka fotózni, hozok pár magas izójú tesztfotót, és persze letesztelem a dinamikai tartományt is. Sok szeretettel köszöntelek, szia! Én Majer Miklós vagyok, és a csatornám 100%-ban a fotózásról szól. Szóval, hogyha szeretnél szebb fotókat készíteni, akkor itt a helyed, és érdemes a csatornámra feliratkoznod, hogy az algoritmus utána több hasonló videót ajánljon neked. Köszönöm! Az r 10 2022-ben dobta piacra a Canon, együtt a félprofi R7 vázzal. Azóta már amúgy előrukoltak a még fapatosabb Canon R50 és R100-as vázakkal is. Szóval mitől is lesz a Canon R10 egy alsó középkategóriás váz? Attól, hogy csak 24 megapixeles a szenzora, nem annyira profi a váz kialakítása, csak egy memóriakártya foglalat van benne, kicsit gyengébb videóban, és ami a legfontosabb, hogy nincsen benne stabilizált szenzor. De szerintem a képstabi hiánya nem akkora gond, hiszen a, szinte az összes Canon RF objektív, különösen a KIT objektívek, ezek mind optikai képstabilizátorral felszereltek. Ezektől eltekintve a Canon R10 ugyanazokkal a profi tulajdonságokkal rendelkezik, mint az R7, tehát a Canon R10 ugyanúgy tud 15 képkocka per másodperccel fotózni mechanikai, és 23 képkocka per másodperccel fotózni elektronikus zárral, ami egyébként teljesen csendes, és az autofókusz ugyanaz a profi AF rendszer, mint a felső kategóriás Canon R3 vázban. Az autofókusz rendszerek intelligenciája és megbízhatósága az egyik legfontosabb érv, amit föl szoktam hozni a tükör nélküli fényképezőgépek mellett, szóval ez maximálisan például a Canon R10 mellett szól. A Canon R10 RF bajonettel rendelkezik, azaz csak RF bajonettes optikákat lehet rá föltenni. Kélek ne felejtsd el, hogy az RF bajonett az nem ugyanaz, mint a szintén tükör nélküli vázakban, például az, M50-ben használt EFM bajonett. Viszont EF-RF adapterrel bármilyen a tükörreflexes gépekhez való Canon EF vagy EFS bajonettes optikát tudsz használni, és az autofókusz ugyanolyan gyors marad. Ebben a videóban az R10-et a két hozzávaló kitobival, 1845-össel és a 1850-essel teszteltem le, majd később mutatok tesztfotókat, és egyébként a tesztfotókat a videó alatti linken le is tudod tölteni. Nézzük a Canon R10 váz felépítését. Nagyon jó, hogy a váz ennyire könnyű és pici, viszont ami nem tetszett, az az olcsó műanyag érzés, Nehéz leírni, de kicsit olyan, mintha szinte a kezemmel szét tudnám roppantani a vázat. Ezt csak azért hangsúlyozom, mert az ugyanilyen tömegű Nikon Z50 vázam az teljesen más érzés, az valahogy sokkal masszívabbnak, profibnak hat. De végül is hozzá lehet szokni ehhez a műanyag érzéshez, és végül is a két hetes tesztelés alatt semmilyen karc nem esett a vázon. Az R10-nek szerencsére egy egész jól megfogható markolata van, de sajnos a váz kis magassága miatt a kis ujjam lelógott a markolatról, ami hosszú távon azért nem annyira kényelmes. A váz tetején a canon megszokott módon találjuk a fő vezérlőtárcsát, szóval hogyha például rekesz előválasztás módban vagy, akkor ezzel tudod a rekeszt beállítani. Mellette ott van a személyre szabható MFN gomb, amit én személy szerint nagyon szerettem, mert jó helyen van. Alapban egy multifunkciós tárcsaként funkcionál, de a menüben hozzá tudunk rendelni szinte bármi mást. Én például az élőkébe belenagyítást rendeltem ehhez a gombhoz, így hogyha egy manuális fókuszú optikával fotóztam, akkor ezzel gyorsabban tudtam fókuszálni. Vagy hozzárendelhetem azt a funkciót is, hogy ezt az MFN gombot megnyomva öt csillagos értékelést adjon a fényképhez, és így egyből fogom látni Lightroom-ban a szerkesztés közben, hogy melyik fényképhez adtam az öt csillagot. Mellette ott van a videófelvétel gomb, amit szintén szemére lehet szabni. Aztán ott van a Lock, azaz lezáró gomb, ami a tárcsákat zárja. Őszinte leszek, én 15 éve fotózok, de én még egyszer se használtam ezt a LOCK funkciót egyik gépvázon se, soha életemben nem zártam le egyik tárcsát se. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy vagy ezzel, írd meg kérlek kommentben, használtad már ezt a lezárás funkciót bárhol? Aztán ott van a módválasztó tárcsa, és a módok közt megtaláljuk a Canon egyedi FV, azaz rugalmas programmódját is. Ebben a módban a rekesz, a záridő és az izó közül akármelyiket tudjuk egy fix értékre állítani, vagy automatára tenni. Például most a rekeszt egy fix értékre tettem, és ISO 100 állítottam be, viszont a záridőt autón hagytam. Ez gyakorlatilag ugyanazt adja, mint hogy a rekesz előválasztásban lennék ISO 100 -on. De hogyha az izót autóra állítom, akkor már a gép folyamatosan úgy állítja az izót, hogy a záridő sosem menjen egy adott érték alá. Hozzáteszem, hogy az autó izó beállításáról van egy külön videó, majd ide euh, kiteszem föntre vagy beállíthatok mindent egy fix értékre, és ekkor gyakorlatilag manuál módban működik a gép. Aztán ott a kibekapcsoló gomb, és mellette a másodlagos vezérlőtárcsa, ezzel például a rekesz előválasztás módban az Expo kompenzációt tudjuk állítani. Nézzük a váz elejét, itt imádtam, hogy van egy fizikai autofókusz, manuál fókusz kapcsoló. Ez azért nagyon jó, mert a legtöbb kitobin már egyszerűen nem fér el egy ilyen fókuszkapcsoló, és szerintem itt sokkal könnyebb átkapcsolni, mint, mint, hogyha a menübe kéne mennünk ezért. Szóval nagyon jó lenne ilyet a jövőbeli Nikon gépeken is látni. A váz hátoldalán van egy kis joystick, ami nagyon kényelmesen pont a hüvelyek ujjamnál helyezkedik el. Ezzel lehet az autofókusz mozgatni, vagy a szemek, artok közt váltogatni, hogyha így fókuszálunk. Személy szerint nekem ez a joystick sokkal jobban tetszett, mint a Canon R7-nek az a multifunkciós, mit tudom én milyen vezérlő tárcsája, ugyanis azt sokkal nehezebben tudtam kezelni. Aztán a markolat aján, ott van az action a helye, ami egyébként fizikailag is egy kicsi akkumulátor, szóval nyilván kevesebbet bír. És tudom, hogy mindenkinek az lesz a kérdése, hogy de mégis mennyi bír az akkumulátor, Annyit tudok mondani, hogy egy vadi új, teljesen töltött állapotban lévő aksival 600 fotót és kb. 10 percnyi 4K videót és kb. 2 percnyi lassított videót tudtam készíteni egy nyári napon. Viszont minden tükörre, tükör nélküli fényképezőgép ajánlom, hogy legyen legalább egy vagy két tartalék aksi. A jó hír viszont, hogy adnak hozzá egy külön töltőt, de amúgy a váz USB-C portjáról is lehet az aksit tölteni az axi mellett ott a memória kártya helye, az R10-be sajnos csak egy darab SD kártya helyezhető. Hátul egy nagyon jó minőségű kijelzőt találunk, amit a Canonoknál megszokott módon teljesen ki lehet hajtani. Ezáltal nagyon egyszerű a földhöz közel fotózni, akár fekvő, akár álló formátumban. És persze ez szintén nagyon hasznos akkor, hogyha magunkat videózzuk, vagy egyszerűen csak selfit akarunk készíteni. Ahogy az már megszokott, a kijelző teljesen érintésérzékeny és a szokásos új mozdulatokkal navigálható, például dupla pöttyintésre, belenagyít a fotóba. Aztán ott van a 2,36 millió képpontos OLED elektronikus kereső, amit én nagyon szerettem használni. A gombok a váz hátoldalán egyébként mind úgy vannak elhelyezve, hogy kényelmesen el lehessen őket érni a hüvelykujjammal, és külön öröm, hogy dedikált gombja van az izónak és a kihódási módoknak, de persze, hogyha akarjuk, ezeket is szemére szabhatjuk a menüben. Ahogy minden Canon gépnél, itt is a Q gomb megnyomásával tudjuk előhívni a gyors menüt, ami végre valahára különböző lett fotó és videó módban. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ugye videó módban teljesen más dolgokat akarunk gyorsan beállítani, mint fotó módban. Például videó módban fontos a hangerőszabályzás, a videó FPS száma, felbontása, viszont fotó módban ezek teljesen lényegtelenek. A váz oldalán találjuk a mikrofon bemenetet, viszont itt audio kimenet nincsen. Aztán ott van még az USB-C port, egy távkiódó bemenet és mini HDMI port. Most nézzük, hogy a Canon R10 miben is erős. Először is ott az autofókuszrendszer, ami ugyan annyira profi, mint ami a Canon felső kategóriás vázaiba került. Itt egy kis önreklámozás. A fényképezőgép kezelés tudatosan című online tanfolyamon van a Canon R10, illetve általánosságban a Canon R gépek autofókuszrendszeréről egy külön, nagyon részletes 15 perces videót találhatsz. Még több információ a videó alatti linken. Most mondhatnám, hogy hány száz autofókusz pontot használ a gép, de igazából kit érdekel? A, a lényeg itt az, hogy az autofókusz pontok lefedik szinte az egész képkockát, és tökéletesen felismerik az emberi és állati arcokat, szemeket. Ami engem meglepett, hogy az emberek fejét akkor is felismerte, hogyha háttaláltak, és a követés ilyenkor se csúszott le róluk. Ha több ember van a képen, akkor a joystick tudunk ugrálni a fókuszálni kívánt arcok vagy szemek között. De általában ezt is rábízhatjuk, mert az esetek többségében a megfelelő helyre fókuszált, azaz mindig a közelebb eső szemre. Ahogy láthatod, már távolról rátapadt a modell szemeire, és nagyon pontosan lekövette. Persze ehhez AF servo, azaz követő autofókusz módban kell lenni, és a tárgykövetés funkciót be kell kapcsolni. Itt már nem volt túl sok fény, de az autofókusz még így is kiváló munkát végzett, a szemkövetés különösen jó volt, még úgy is, hogy egy 85 mm-es F2-es obit használtam, aminek a mélységélessége nagyon kicsi. Ennek ellenére a fókusz a szemgolyón volt mindig, nem pedig a szempillákon. És persze nem csak emberi, hanem állati szemekkel is hasonlóan jó bánik, még kismadarak szemét is felismerte, még a ketrec rácsain is át. Nem csak madarak, hanem természetesen kutyák, macskák és agresszív lámák személyén jól teljesített az autófókusz. Persze az, hogy az autofókusznak az a kis pöttye az állat szemén van, még nem jelenti azt, hogy maga a kép is 100%-osan jó fókuszát lesz, de több száz készítése után is, mindent átnyálazva mondhatom, hogy szinte az összes fénykép tökéletesen a szemekre fókuszált lett. Azt, hogy milyen témát keresen az autofókusz, a menüben tudod beállítani. Apropó, itt még kocsikat is be lehet neki állítani, és jelentem, hogy a fiam játékautóin jól teljesített. De persze ez még nem minden, az autofókusz működését még jobban szemére lehet szabni. Például, hogyha itt nem szeretném, hogy akármelyik madár szemére fókuszáljon, hanem csak egy adott részen belül, akkor az autofókusz mező módok között ki tudom választani a zóna autofókuszt, és a tárcsákkal testet tudom szabni, hogy mekkora legyen az a téglalap, amin belül majd a szemeket keresni fogja. Amint lenyomom félig az exponáló gombot, csak ezen a területen belül fog szemeket keresni és fókuszálni, majd ha megvan a fókusz, utána már az egész képkockán keresztül le fogja követni azt a szemet. Szerintem ez egy nagyon hasznos funkció, különösen sport és természetfotósok számára. Ami még nagyon tetszett, hogy az autofókusz lekapcsolva és manuális fókuszálás használva nem csak a szokásos fókusz peaking, azaz élkiemelés segíti a fókuszálást, hanem ez a kis fókusz doboz funkció is. Ez a kis négyzet alakú doboz szürke, akkor, amikor a mögötte lévő terület nincsen fókuszban, viszont ahogy fókuszba hozzuk azt a részt, kizöldül és a felső nyilak is összezárnak. Szóval ez akkor azt jelenti, hogy az autofókusz államszerűen tökéletes volna? A teljesítménye nagyjából igen, viszont az, ahogy a menüben be az egyáltalán nem ott van az autofókusz mód és az AF terület kiválasztása, ami eddig rendben is van. De ezután feleslegesen bonyolult lesz, ugyanis van ilyen opció, hogy témakövetés, amit kibe lehet kapcsolni. De ennek nem tudom mértén értelme van, hiszen követő autofókuszban vagyok, bekapcsolt személyzékeléssel. Mi a fene az, hogy témakövetés? Nyilván követni akarom a témát, nem? Az a vicces, hogy ha ezt kikapcsolom, akkor is leköveti a témát, csak a keresőben nem jelenik meg az a követős AF doboz. Szerinted mi értelme van ennek? De itt egy hasznos tipp, hogy ha látod ezt az ikont, akkor a témakövetés be van kapcsolva, és igazából nincsen sok értelme kikapcsolni szerintem. Viszont a Canon nem állít meg a megtévesztésben, ugyanis a menüben lejjebb haladva ott van az, hogy követett téma váltása. Elméletben itt azt lehet beállítani, hogy az autofókusz mennyire ragadjon a témára, hogyha az takarásba kerül, és milyen gyorsan váltson át egy másik témára. Ami azért furcsa, mert utána a következő képernyőn négy külön eset közül tudunk választani, ahol pontosan ugyanezeket a paramétereket tudjuk elméletileg beállítani. De esküszöm végignéztem mind a négy paramétert, és csomót hülyeskedtem ezek, ezzel a pandával, meg kollával, de én semmi különbséget nem láttam a követő autofókusz működésében. Ahogy azt sem értem, hogy minek, hogy, hogy lehet az, hogy a menüben két különböző helyen lévő beállítás Ugyan arra a dologra hat. Szerintem ennek nincsen sok értelme, és a Canon itt igazán példát, vehetne a példát vehetne a Nikonról és a Sonyról, ahol az autofókusz rendszer szerintem sokkal egyszerűbben, sokkal intuitívabban be lehet állítani. Minden esetre, hogyha van tipped, hogy nekem miért nem működött, vagy hogyha nálad ez teljesen jól működik, akkor kérlek szépen írd meg majd kommentben. Aztán a Canon R10 másik profi tulajdonsága, a gyorsasága. Mechanikus zárral ugyanis képes 15 képkocka per másodperc sebességgel is exponálni, ami így néz ki, hogyha egymás mellé teszem a képkockákat. És akár 23 képkocka per másodperc sebességet is tud elektronikus zárral. Ez gyakorlatilag olyan gyors, mintha videót vennék föl, csak itt éppenséggel 24 megapixeles képkockákat kapunk. Természetesen, hogyha elektronikus zár van beállítva, akkor semmit se látsz, amikor a gép exponál, hiszen nem mozog semmi se, és pontosan ezért teljesen hangtalan. Amikor elektronikus zár van beállítva, akkor a záridőt le tudjuk vinni egészen 1,16 16 ezred, 16 ezred másodpercig. A menüben ki lehet választani, hogy melyik zárat szeretném használni. Szerintem a legcélszerűbb az elektronikus első redőnyt, tehát ilyenkor az első redőny elektronikus, még a második mechanikus. Aztán kioldási módok között ki tudjuk választani, hogyha nem egyszerű módban fényképezünk, hanem sorozatmódban, módban, hogy ez milyen sebességet történjen. Az egyik dolog, ami nem tetszett a Canon R10-ben, az a mechanikus zárnak a hangja. Ezt hallgassd! Nekem olyan hangja van, mintha valami, valami játék lenne. Nikon zs nek teljesen más hangja van, és ez a hang, hát nem tudom, ez, 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 szóval nem egy profi vázhoz méltó ez a hang. Olyan kis törékeny zárhangja van. Nézzük a Canon R10 videós teljesítményét. Igazából röviden, tömören minden szép és jó, de egy kicsit később azért kifogom a sodronból a menőnek a felépítése. Az r 7 ellentétben az R10-nek nincsen különálló fotó-videó mód kapcsolója. Ehelyett a módválasztó tárcsát kell videó módba forgatnunk. Vagy akár megnyomhatjuk a videófelvétel gombot bármelyik másik módban is, de akkor jóval kevesebb videós lehetőségünk lesz. Tehát ahhoz, hogy az összes videós opcióval élni tudjunk, a dedikált videós módban kell lennünk. Ekkor egy másik menürendszer fogad minket, ahol be tudjuk állítani a videó FPS számát, felbontását és kodekjét. A jó hír, hogy a Canon R10 is tud 4K felbontással 30 FPS-sel videót felvenni a teljes szenzorról belevágás nélkül. Sőt, 4K 60 FPS-t is tud, de ekkor már jelentősen belevág a képbe. Fantasztikusan jó hír, hogy az R10 fel tud venni HDR PQ videófájlokat is. Ezek valódi HDR videófájlok 10 bites színmélységgel a szokásos 8 bit helyett. Sokszor használtam ezt, mert nagyon meg voltam elégedve a nagy dinamikai átfogással. Viszont, hogyha ezt a HDR PQ opciót használjuk, akkor a gép bekapcsolja a csúcsfény ányadat elsőbséget, ami viszont az izót nem engedi ISO 200 alá vinni. Természetesen videó módban is megvan ugyanaz a szuper szem és arckövető követő autofókusz, mint ami fotó módban is. Ahogy az ma már elvárható, van Full HD felbontású 120 képkocka per másodperc sebességű lehetőség is, teljesen jól funkcionáló autofókusszal. A videósok számára fontos lehet, hogy az R10-ben a szenzor nem stabilizált, de szerintem ez nem akkora gond, hiszen a legtöbb Canon RF objektívben van optikai képstabilizátor. Például ilyen a videó, hogyha a kezemben tartva sétálok a 18-45-ös kitobjektívvel. És akkor most jöjjön egy kis elégedetlenkedés a videós menü kapcsán. Persze erre a Canon azt fogja mondani, hogy ez nem bug, hanem feature. Ha beteszem a módválasztó tárcsát videó akkor a menüben ki tudom választani, hogy milyen expo módot használjon a gép videózás közben. Auto expo módot, ekkor mindent a gép állít be automatikusan, vagy kézi expo módot, azaz manuál módot, és itt jön az összezavarás, ugyanis itt van olyan, hogy HDR videó. De ez nem az a valódi 10 bites HDR PQ videó, amit előzőleg láttunk. Nem, ez egy sima mezei 8 bites HDR-nek kinéző videó. Egy alapvetően kezdőknek szánt gépfázban szerintem ez nagyon megtévesztő tud lenni. A másik apróság a videózás kapcsán az a menürendszer felépítése bonyolultsága. Mielőtt még elkezdenél videózni, el kell menni a menü legtávolabbi pontjába és beállítani, hogy PAL vagy NTSC szabvány alapján akarod majd felvenni a videókat. Bár én szinte az összes videómat egyébként 24 fps sel szoktam felvenni, tehát én szinte mindig NTSC szabványt használok. Ennek van előnye is és hátránya is. Az még önmagában nem baj, hogy ezt a PAL vagy NTSC szabványt ezt a, a menü teljesen másik részén kell beállítani. Az viszont már igen, hogy ha lassított felvételt szeretnék felvenni, akkor be kell mennem a nagy képsebesség opcióba, ezt aktiválnom kell, aztán pedig külön be kell állítanom a videó felbontását és minőségét. Ha viszont utána vissza akarok térni normál videózásra, mondjuk 4K-ban, akkor először a nagy képsebességet ki kell kapcsolnom, majd a tucatnyi opció között megint megtalálni a megfelelő 4K lehetőséget. Ezt meg lehetett volna oldani sokkal, de sokkal egyszerűbben, nevezetesen úgy, hogy a lassított felvétel opciót beteszik ide, ebbe a menübe, és pont. Most nézzük meg az R10 és a hozzátartozó 18-45-ös kitobjektívnek a képminőségét. Hozzáteszem, hogy ezekből a nyers nagy felbontású fotókból egy csomót le is tudsz tölteni a videó alatti linken. Ha már képminőség, hadd meg, hogy az R10-ben is megtalálható a veszteségesen tömörített CRAV fájlformátum is. Én szinte mindig ezt használtam, mert nagyon sok helyet meg lehet vele spórolni, észrevehető minőségromlás nélkül. Először a Mátyás templomot fotóztam 18 mm-es állásban, és itt tág rekeszen, F4 és felen is éles a kép közepe, és a szélek felé menve egy kicsit csökken az élesség. Lerekeszelve természetesen az élesség valamennyire javul, de azért egy ilyen kicsi és olcsó obitól ne várjunk csodákat. A többi gyújtott állásban is szinte ugyanezt a teljesítményt hozza, nagy meglepetés nem ér bennünket. Még 45 mm en is a legtágabb rekeszen, F6,3-on, már amennyire ezt tág rekesznek lehet hívni, itt is elég jó az egész képmezőn át az élessége. Ami viszont elég meglepő volt, az a nagyon erős vinyektálás, azaz a sarkok besötétedése 18 mm-es állásban. És mindezt úgy, hogy a vinyektálás korrekciója be volt kapcsolva. És akkor itt a kitobjektívnél álljon meg egy szóra. Egyszerűen nem bírom fölfogni, egyszerűen nem, nem értem, hogy a Canon miért szúr ki direkt a felhasználóival. Azáltal, hogy nem képes egy kicsikét szélesebb látószögű kitobjektívet a gépeihez adni. Ugyanis ez a 18-45 mm-es kitobjektív a legszélesebb állásban ugye 18 mm-es gyújtótávolságú, és ennek a látómezeje akkora, mint hogyha egy full frame gépre egy 29 mm-es objektívet tennénk, ami egyáltalán nem egy széles látószög. Összehasonlításképpen a Nikon, a Sony, a Fuji képes olyan kitobjektíveket adni a crop szenzoros vázai mellé, aminek a 35 mm ekvivalens látómezeje 24 mm-nek felel meg. Szóval egyszerűen nem értem, hogy a Canon miért ezt. Ráadásul úgy, hogy az M-szériás fényképezőgépeihez 15-45 mm-es kitobjektíveket adott, tehát ott érdekes módon tudott adni egy rendes látószögtől induló kitobjektívet. A másik dolog a kitobjektív kapcsán, hogy az összes többi gyártó megbírta oldani, hogy még szélesebb látószögnél sokkal nagyobb, majdnem egy rekeszel nagyobb fényerőt adjanak. A Canon 18 mm-en f4 és félig tud lemenni, viszont a Nikon, Sony, Fuji és még az Olympus kitobéja is a legszélesebb állásban f3 és feles rekesztor indulnak. Szóval szerintem ezt a Canon direkt csinálja, rájuk jellemző ez a fajta marketing, hogy, hogy azokkal a felhasználóikkal egy kicsikét kiszúrjanak, akik nem a teljesen profi vonalat választják, tehát gyakorlatilag ezzel ö, tolják a, a, a vásárlóikat a full frame, a profib vonal felé, ugyanis a full frame gépekhez tartozó kitobjektívek azok mind 24 mm-től indulnak. Te mit gondolsz erről? Szerinted miért csinálja ezt a Canon? Már kérlek írd meg kommentben. Ahogy említettem, az R10 szenzora nem stabilizált, de a hozzáadott kitobjektben van optikai képstabilizátor. Nézzük meg, hogy ezek mennyire hatékonyak. Valószínűleg a 18-45-ös kitobi kis súlya és mérete miatt a képstabi itt csak körülbelül két rekesznyire volt hatékony, ugyanis 18 mm-en legalább egy tized vagy annál gyorsabb záridőt kellett használnom. Míg 45 mm-re zoomolva legalább egy tizen 15 vagy egy 30 másodperc záridőt kellett használnom, hogyha éles képet akartam kapni. Most nézzük meg, milyen képeket produkál az R10 magas izóérzékenységeken. A Szent István bazilikába mentem el, és itt lőttem pár tesztfotót ISO 100-tól egészen ISO 25600-ig. Ahogy említettem, ezeket a nyers fotókat te is letöltheted a videó alatti első linken. Természetesen ISO 100-on tiszta, zajmentes a fotó. Aztán nézzük az ISO 3200-as fotót, ez a szerkesztett kép, de zajszúrés használata nélkül. Aztán az ISO 6400-as fotó is szerintem még rendben van, nyilván a zaj itt erősebben megjelenik, de a részletek még mindig jól kijönnek, egyébként ezen a képen sincsen zajszűrés. Igazából nem tudom, hogy mennyire van értelme ezeknek a magas izójú teszteknek, itt a mesterséges, intelligenciás zajszűrésnek a korában, ugyanis a Lightroom Dinoise funkciójával annyira jó eredményeket lehet elérni. Az ISO 6400-as Dino által zajszűrt kép szinte olyan tiszta lesz, mint hogyha ISO 200-on fotóztam volna, ebből is látszik, hogy mennyire brutálisan jó ez a technológia. Tehát ne féljünk felemelni az iso inkább legyen a képünk egy kicsikét zajos, mintsem hogy bemozduljon. Nézzük meg be, milyen a Canon R10 dinamikai tartománya. Ebben a tesztben ISO 100 direkt alá a képet, majd utóbb munkában Lightroom-ban az Exposure csúszkával visszakorrigálom az expozíciót. Ezzel a teszttel azt tudjuk megnézni, hogy az árnyékokat mennyire tudjuk visszavilágosítani, anélkül, hogy zajt kapnánk a fotón. A régebbi Canon gépek nem annyira remekeltek ezekben a dinamikai tartománytesztekben, viszont itt meglepődtem, hogy az R10 ISO 100 simán elbírta a plusz 3 rekesznyi felvilágosítást. Igazából alig látszik itt zaj. És még plusz 4 rekeszen is egészen jó eredményt kaptam. Természetesen plusz 5 rekesz felvilágosításnál, mert azért megjelenik egy ilyen lilás színezet és a zaj is sokkal-sokkal több, de szerintem még azért mindig használható a fotó. Mindez igazából azt jelenti, hogy a Canon R10 nagyon jól tűri az aláexponáltságot, és simán ki tudunk az álnyékokból sok részletet hozni, anélkül, hogy zaj jönne a képbe. Tehát összegezve a Canon R10 egy kiváló választás lehet azoknak, akik szeretnének a tükör nélküli gépek világába beugrani viszonylag alacsony áron, de ugyanakkor nem szeretnének lemondani profi funkciókról. A szemkövető autofókusz gyorsan és megbízhatóan teszi a dolgát emberi és állati témákon, gyakorlatilag ebben a tekintetben szinte a csúcsminőséget kapjuk. Hogyha ehhez hozzáveszük az R10 gyorsaságát, a jó képminőségét és azt, hogy a vázat mennyire teste lehet szabni, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy profi fényképezőgépet kapunk, egy alsó, középkategóriás minőségű vázba csomagolva. Nagyon sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy milyen fényképezőgépet vegyek kezdésnek, és most 2024 elején azt mondom, hogy a tükör nélküli cropszenzoros kategóriában egyértelműen a Canon R10 a legjobb választás ár-érték arány szempontjából. Ugyanakkor javaslom, hogy ne a 1845-ös kitobival, hanem inkább a 1850-es kitobival ved meg, ennek jobb a képminősége és jobb minősége a képstabilizátora is. De hogyha megengedheted, akkor mindenképpen ajánlom valamelyik F18-as vagy F2-es fix optikát. Szóval ez volt a Canon R10-es fényképezőgép tesztem. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, nyomj egy, egy lájkot, valamit érdemes feliratkoznod a csatornámra. A videó alatt megtalálod néhány nyers fotónak a letöltési linkjét. Nem sokára találkozunk. Sziasztok!